A következő köszöntésünkkel szeretnénk azt megemlíteni, hogy valóban látod másokat? Ez a nagy kérdés most, hogy itt a műsorunkban és az előadásunkban a szociológia gondolatai, amelyet Rajnd is nevéhez tudunk kötni, hogy egy nagy kérdést teszünk fel, hogy Isten tényleg itt van velünk, vagy mi az a gondolat, amire most egyre jobban fel tudjuk hívni a gondolatokra a figyelmet, hogy látunk másokat, és tényleg itt él velünk az Isten, és valóban bennünk van. Tehát ezek azok a kérdések, amelyek most még ötleteket, feltevéseket, gondolatokat említenek meg, és arra is tudok gondolni, hogy kinek mi a véleménye ezekről a látásokról, a valóságról, és az arról is, hogy kinek mennyi időt kell megélnie, megszenvednie ahhoz, hogy eljusson arra a szintre, ami a következő és a még következőbb élethelyzeteket kell, hogy megélje. Mert még nem éli meg ezeket a lépéseket, addig nem tud belelátni a következő helyzetbe. Tehát el kell jutni arra a szintre, hogy a gonosz megtalálódjon. Tehát ezek a gondolatok éppen azt fejezik ki, hogy ha eljutol arra a bizonyos szintre, hogy látod azt a helyzetet, amit már megéltél. Tehát minden egyes helyzetet meg kell ahhoz élnünk, hogy lássunk másokba bele. Tehát ezek azok a lépések, amelyek előrébb visznek, önmagunkat látjuk és önmagunkkal tudunk lépéseket tenni. Tehát addig még azt a lépést nem érted el, nem szenvedted meg, nem élted át, nem tudtad megküzdeni, addig azt a lépést nem érzed, nem látod. Tehát meg kell minden egyes új élethelyzetet át kell élned, át kell látnod, a szeretetedet át kell adnod, és meg kell élned minden egyes olyan gondolatot, ami ezeket a lépéseket láthatóvá fogja tenni, mert megélted ezeket az újabb-újabb lépéseket. Tehát a mester tanítványai itt vannak, tehát ezek azok a lépések, amelyek folyamatosan az életünkben következő lépési gondolatokat tudnak nekünk bemutatni. Tehát azok a helyzetek, hogy te előrébb tudjál lépni, meg kell élned azokat az élethelyzeteket. Tehát át kell esned rajta azokon az élethelyzetek, ha nem estél át rajta, addig nem tudod megélni ezek azok a nagy fontos gondolatok, hogy ha megélted, akkor már jó érzéssel tudsz rá gondolni, átlátod, átérzed, be tudod emészteni, és ezek azok a fontos lépések, hogy láthatod mások életgondolatait is. Tehát ezek azok a fontosságok, amelyek most végig ötletelnek, és figyeljétek a következő műsorunkat, a látásokat, amelyek megélnek, megérhetnek bennünk is, és a következő lehetőségek is itt vannak közöttünk. Köszönjük a figyelmeteket, és ezek a megélések, gondolatok, átélések fogják tovább vinni a sikeredet. Köszönöm a figyelmet!